a szemünk láttáron ment tönkre valami, ami a falunak egy olyan erekélyes szimbóluma volt, ami képeslapokon megjelent, sőt, találtunk 1932-es képeslapot, ami a szélmalom fotójával készült. Tehát ez már szinte egy 100 éves történet, amit én így kinyomoztam, vagy láttam. És hát olyan emberek vagyunk, hogy nem szeretjük, hogy tönkre megy az, ami a falujé vagy a miénk, és ez voltak partnerek is, akik ugyanígy gondolták. A Felső Szent Ivánnak a bajaiaktól kapták a címet. Ők is eljöttek Gyergyőszent Miklósra tavaly ősszel, és nekünk adták, hogy csináljuk meg, mert már volt háttér, hogy miket tudtunk bizonyítani, miket csináltuk. Így kerültem én ezt Felső Szent Ivánra, és nem bánom, mert annyira rendes emberek élnek itt, és polgármestertől lefelé mindenki annyira odaállt a malom építéshez, hogy már nem lehetett más csinálni, csak a legjobb munkát. A régi szélmalom helyére épült ugyanabban a méretben, mint az eredeti szélmalom állt, ugyanazon a helyen, ami eredeti benne például a téglái, a méretezése és a teljes technológiája eredeti, csak ma készültek el a fogaskerekek arra a mintára, arra a méretre. Tehát a malom mindenben a régi, de a hatósági előírások szerint pedig mai. Például talajmechanikai vizsgálatot kellett készíteni, hogy miért omlott össze. Ebből adódott, hogy statikai tervet kellett készíteni, és önálló tartó szerkezetet kellett kialakítani. Ez a malom, ez egy hibrid malom. Mi azt jelenti, hogy mind a hibrid autóknál is két energiaforrással tud működni, ez is két energiaforrással tud működni és hasznosítani. Ilyen a szélenergia és a villamos energia. Most bőven van vas, tehát oda a vasat kellett tenni, vasat tettünk. És az, ami a legnagyobb különbség a meglévő szélmalmok, hogy ez működőképes és örül. Egy ekkora malom egy családot ellátna. Egy család megélhetését biztosítja, mert Ha egy településen már van malom, akkor az állattenyésztés is újraindul, mert itt darát is lehet, állati takarmányt is lehet őrölni. Azon kívül mindenki szereti, hogy ha van egy darab búzája, abból valamennyit csináljon saját magának, kenyérnek, vagy akar sütni. Vagy. Bemutatókat szeretnénk tartani, látogatás lehetőséget biztosítani, de akár kiránduló, piknikezőhely, családbarát környezetben, interaktív elemekkel, játszótérrel, kerékpártárolóval, közösen szeretnénk értékkínálatként megjelenni, azzal, hogy itt borospincék, borászatok vannak, például bajai halászlé van, kerékpáros turizmus van, Duna és a környéken még számtalan egyéb más, ez mind-mind úgy tud élni, hogyha együttesen kínáljuk az értékeinket, és hogy eljön valaki, akkor nem fél napra jön ide vagy órahosszákra, hanem föl tud fűzni néhány napot, néhány éjszakát itt tud tölteni a térségben, és ehhez talán mi is hozzá tudunk járulni, és ha kell, akkor ennek zászlós hajója is kívánunk lenni majd.